Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Jó reggelt, sziasztok, nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Nem tudom, lehetett-e hallani ezeket a csodálatos vérfogyasztó hangokat. Ez nem tudom milyen madár lehetett, valamiféle madár, de olyan hangosan és itt a fejem felett elkezdett óbígatni, hogy fel is keltem rá. Közben itt van egy lámpa. Ez itt a bicikliútnak egy megvilágítása, és ott elkezdett pirkadni, ugyanis 3:45 van. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy kicsit még visszafekszek. Úgy rám hozta a szívbajt. Ez nem tudom, valami sirály, vagy nagyon sok ilyen varjószerűség volt. Azoknak volt egyébként tegnap ilyen hangja. Meg ilyen éjfél-fél egy közt volt itt valami kis járkálás itt a sátorom körül, arra is felkeltem. Ez valami kisebb testű állat lehetett. Úgyhogy egyébként eddig nagyon jó éjszaka volt, nagyon csendes. Ez itt a sátramnak a hűlt helye, és most nagyon jó a jelző, mert 11 fok van, úgyhogy itt van minden összepakolva, szemét összeszedve, a felszerelés felinstallálva. Itt ki fogok oldalogni, ott azon a kis bejáraton, és hímét vagyok a kerékpárúton. És akkor amiről beszéltem itt tegnap éjszaka, hogy ennyi látszik. Tehát itt van ez a növényfal, és picit hátrébb tolom. Itt mentem be, így ezen a résen, és akkor itt balra el, mint a színházba. Ugye abszolút nem volt feltűnő, még úgy, hogy szerintem világítottam itt magamnak az este ezt-azt. Nagyon maximum, aki gyalog járt erre, és pont itt bámészkodott, azt talán kiszúrhatta, de kizárt dolog. És 2 percre indultam el, és mutatom nektek, hogy már körbe van kerítve. Úgyhogy, tehát ilyen szinten zárt minden itt Hollandiába. Egyébként a Central Massive-ban volt az Franciaországban ugyanilyen, hogy rohadt nagy erdők vannak, de nem tudsz bemenni, illetve itt már emelkedik. És hát, hogy ki lehet szúrni, bizony itt már nem sík a vidék. Ugyanis nagyon közel vagyok az Ardennekhez. Aki nézte az előző részt, az tudja, közben fölmegyünk erre a hídra, nekem nem erre kell menni, csak megnézzük, hogy hátam mögött van most Belgium, gyakorlatilag alig pár méterre. Ez pedig Hollandia, és ez pedig a Maas folyó. Egy kora reggel, ugye megnézzük közelebbről. Most íme, én ebből az irányból jöttem, és nagyon gyönyörűen gomolyog a pára a víz felett. Csodálatos látvány. Ezt nagyon szeretem az ilyen koránkelésben, hogy az ilyeneket lehet látni, és igazából ez adja meg azt a gyönyörűségét ezeknek a túrafilmeknek, legalábbis számomra. Hogyha így fölkelsz kempingbe, aztán ilyen 10 órakor elindulsz, akkor ezeket már esélytelen vagy látni.
és ezek gyönyörűek. Hogy amikor ilyen óriási hőmérséklet különbség van, hogy minden lecsapódik vagy kicsapódik, de fantasztikus látvány, fantasztikus. Viszont a túloldalt, meg van benne egy kanyar, és amiről beszéltem még szintén az este, hogy hát ez itt már lakott település, tehát hogy szinte így egy város vagy egy település szélén aludtam. Igazából ez egy ilyen agglomerátum, mert ilyen kis falvak vannak szinte méterre összenőve egymástól. Gyönyörű, szép víz közben. És akkor találtam is egy kukát, oda ki fogom dobni a szemetemet, és indulok is. És jól esik menni. És hogy igen, látjátok, látszik is, hogy ez már igen dimdombos, és tegnap is jöttem föl, már volt benne egyetlen egy szerpentin kanyar. Ugyanis annak ellenére, hogy Hollandia teljesen sík, ez a déli része, ez már dombos, és ez vezet föl az Árdenekbe. Közben itt nézem az, hogy semmit nem hagytam ott az erdőbe, így össze van rakva minden. Kibújt a nap. Hát nagyon ideje volt, mert 8-9 fok van. Most, hogy kijöttem a napra, talán elkezd majd lassan melegedni az időt. A K-betűs jelző lenne jó erre a hőmérsékletre, amit most érzek. Tehát a combjaim azok így el vannak zsibbadva rendesen. És azon rögök, hogy jeges teán van ugye a kulacsba, és ez most majdnem tényleg jeges tea. Úgyhogy felhagytam olyan reményeimmel, hogy találok itt valami izét, közben itt merre kéne menni. Atya úristen, jaj erre. Jó. Jó, valami víz kéne. Na, egyébként fantasztikusan gyönyörű a táj. Hát kegyetlen. Ó, és most lement hétre, ilyen guruláskor, ilyenkor picit még rosszabbnak érzi az ember. De fantasztikus, így reggelek a fények, hogy végre átsüt a nap a fák felett. Nagyon gyönyörű, nagyon-nagyon szeretem ezt a korai tekerést. Valahogy egy idő után az ember egyébként túllendül ezen, hogy azt a fázást, azt tudja kezelni, és akkor hát ez van. És tudom én, sokan kérdezték, hogy mit tudom én, a napi táv nem-e nehéz, meg nem-e sok, és én azt tudom mondani, hogy soha nem a távval van a gond, vagy nem a táv a nehéz, hanem általában vagy a tempó, vagy ezek a hőmérséklet különbségek, a napi hőingadozások, hogy kinn alszol sátorba este, akkor ez kegyetlen tud lenni ilyenkor hajnalban. Egyébként éjfélig, hajnal egyik teljesen jó idő van. Viszont ilyen hajnal 3-tól elkezd kegyetlenül lehűlni. És innen megindulni nagyon rossz. Tehát, hogy kibújni a hálózsákból, az halálos tud lenni. Viszont én azt gondolom, hogy ezt fejbe el lehet szépen programozni, és akkor elindulsz. Főleg azért, mert hogy ugye ilyenkor kell egy motiváció, hogy mi miatt búj ki a hálózsákodból. Nekem az első az, hogy ezért jöttem ide, hogy ilyenkor lássam ezeket a helyeket, ne délbe, ha lehet. Ez az egyik. A másik pedig meg pont az, hogy ezek a fényviszonyok, meg ez a hangulat, ez csak ilyenkor van. Ez 9 órakor itt be fognak indulni az emberek, és lőttek ennek a csodálatos magánynak azt a mindenit. Nagyon-nagyon jó. És nézd meg, így van, bicikli, így van, hogy mondjuk jó, ki van lakatolva. De ugye a táska rajta van, meg minden, és közben ezt megállok lefotózni, mert ez gyönyörű. Na csak, hogy kiámultam magam, befejezem, amit az előbb elkezdtem. Már nem tudom, hol hagytam abba. Szóval, hogy a tempó az egyik, a másik meg ez az éghajlat. A másik pedig ez a hőmérséklet ingadozás, hogy ez a hajnali nagyon hideg, és egy dél pedig pokoli meleg tud lenni, de még itt is meleg volt.
Ahhoz képest, hogy ilyen 24 fokot mondtak maximum, hát a napon többnek éreztem. Úgyhogy meg is égtem, de most néztem a neten, hogy nagyon nagy lesz az UV-sugárzás ma is. Úgyhogy ma már, illetve a következő napokban például a karomat azt nem is hagyom fedetlenül. Közben itt egy másik kastély. Vizes árokkal, gyerekek, hát eszem eldobom. Be is megyünk ide, is tárva nyitva van. Azt nézd meg. És a másik meg ezért nem lehet haladni, tehát hogy 107 kilométert mentem gyakorlatilag hajnaltól estig, 12 óra alatt. Hát ezért, mert ilyenek vannak. Ilyeneket látsz. Itt is egy ilyen lakóúszáj. Szembe pedig a gyönyörű nap felkelte. Hát fantasztikus. És akkor átkelek újra egy csatornán, nagyon sokat gyár. Megy egy 80 és beértem Maastrichtba. Kegyetlen hideg volt végig, ráadásul ilyen árnyékosan jöttem. Úgyhogy már most nagyon várom a nap melegét. Ilyen Maastricht az onnan... Maastricht onnan lehet ismerős így a közönségnek, hogy ugye már valaki így hallotta valahol, hogy itt írták alá az Európai Unió létrejöttének a szerződését. Illetve, hogy itt született Tom Dumoulin, a Jumbo Visma egyik kerékpárosa, meg itt is él talán. Szép lassan beírunk a belvárosból, fogok egy pár snittet csinálni, meg pihenek és melegszek. Közben a bokrok mögött a pályaudvar látható, hogyha nagy állomás, hogy mondjam. A múltkor, illetve az előző részben, hogy meséltem Hollandia történelméről, meg a narancssárga színről, ugye Orányai Vilmos kedvenc színe volt, és ennek hagyományaképpen narancsságák a rendszámok, szóval tegnap elfelejtettem mondani, csak már most így reggel, már mindenre gondoltam, csak hogy a hideget próbáljam kizárni az életemből, de amiatt narancssárgák a rendszámok is. Lehet látni mindig ilyen képeken, hogy milyen csodálatos biciklitárolók vannak. Íme egy. Meg hogy mennyi bringa. Azért itt van egy-kettő. Így. Itt is. És íme. Szóval itt ebből így meg lehetne élni szerintem, hogy az ember kijön egy kis teherautóval, összeszedi itt, ami kuka, otthon felújítja és eladja. Biztos, hogy nem én találtam ezt ki már. Elértem újra Maas folyót, és ha jól tudom, ezúttal utoljára vagyok Maastricht belsejébe. Mindjárt bevettem magam oda az óváros felé. Van egy ilyen középkori vára, ami ilyen nagyon régi vár, és egy ilyen erődítményrendszer volt ez régen a középkorban, itt már egy-két bástya volt itt arrébb. Thank you.
Itt van a torony, amiről beszéltem az előbb, csak nem látszott. Volt ilyen ötletem, hogy beülök egy kávéra, de hát az a baj, hogy 3 eurótól kezdődik. Azt csak mondom, hogy az 1200 forint, illetve szendvics 12 euró. Ez 4000 valahány száz forint egy szendvics. És tegnap azt gondoltam, hogy rosszul mondtam a benzinárat, nem mondtam rosszul, 2,20 valamennyi euró 1 liter 95-ös, tehát az olyan 900 forint környékén van. Szóval, hogy aki erre jön, az hozzon sok pénzt magával. És nekem ami alapvető gond, hogy tehát megtettem a Mekit, de hát ez a fasorban is nyitva, ahol viszonylag ilyen hazai árakhoz hasonlóan az ember ellátja magát azért délutáni kajával. És ott 2,5 euró volt egy kevés, de mondjuk az nekem van, tehát tudok főzni, csak vizem nincs, és hogy ami eddig se volt, itt sincs, egy darab kút sincs sehol, nem tudsz vizet ételezni. És nagyon érdekes, hogy itt nincsenek kisboltok, mint odahaza, hogy tömve van egy nagyváros, például minden második ilyen lépcsőház alatt van egy kis butik vagy valami, vagy vegyes volt, az égvilágon semmi. És ilyen módon a vásárlási lehetőségek teljesen leszűkülnek, ráadásul azok is, hogy amihez mi hozzá vagyunk szokva, hogy reggel 6-7 órakor, de már van, amikor hamarabb is tudsz venni pékségbe vizet, vagy valami péksütit, hát azt itt elfelejtsd el, de reggel 8-kor is. És még Maastricht az egy nagyváros, tehát Limburg tartománynak ez a központja, nem Venlo. Tehát Venlóban se volt nyitva semmi, az se volt kicsi, de annak hatalmas ipari vonzereje volt, és ennek is egyébként, ami jöttem befelé a industria zónán nagyon sokáig. Egy ekkora városba se találsz semmit. De még az a atomméreg drága Subway sincs nyitva például, ami nálunk szintén szokott lenni. Semmi. És akkor érzékel, már engem érzékelt a watch felirat. Itt megnyomom, és már mindjárt a sárga, vagy a kis pontok elkezdenek fogyni, és akkor kezd majd zöldre váltani. Találtam egy ilyen e-bike store-t, és akkor ez az, amiről beszéltem, hogy ez például ilyen gyerekszállító bicikli, de hogy elektromos ez is, tehát és akkor oda belülnek a gyerekek, és így bringáznak, és ez elég gyakori. Még Magyarországon nem nagyon láttam ilyet például. Amit találtam, azt a mindenit, itt egy Ford T-modell, nem tudom, mi látszik belőle. Talán így. Erre tudom, aha. Talán így. Most így nem tudom, nyitva van-e, de én ide bejövök. Aha. Így beléptem, meg is szólalt a csengő. Ez ilyen régi autó kiállítás, azt a mindenit. Azt a mindenit. Szépen hagyom el Maastrichtot. Vizet tudtam ki az egyik éppen nyitó, félbelévő ilyen étterembe. Úgyhogy
ahogy kiérek, meg fogok állni, szerintem kávézok még egyet, meg egy második reggeli el kellene, mert 8:45 van, és pont ez, erről beszéltem tegnap, hogy ez egy 2 órás program. Még annyi nem volt, de majdnem. Úgyhogy körbe döcögtem. Körbe döcögtem a belvároson, de macskaköven végig rázattam magam. De megérte, de fantasztikus ez a középkori része. És hát látszott, hogy hatalmas fesztivál volt az előző éjszaka. Megálltam egy picit szuszanni ennél a feszületnél, meg kicsit levetkezni. Addig is, hogy 16 fok van, most kis tört a nap, és most egész jó idő van. És amit akartam mutatni, amit mászok éppen, csak nem kameráztam, Bemelerberg nevű hegy. És itt lesz az Amstel Gold Race jövőre, április 18-án, talán 15-én ezt is meg fogják mászni. Úgyhogy hát na, ilyen helyeken járok, illetve még ezután fogok csak ilyen helyeken járni, de egyelőre nem akarom lelőni a poént. Most az van, hogy valami boltot kellene keresni, ahol tudok vásárolni ezt-azt. 2 vizem van. Nem mertem odaadni a hölgynek a harmadikat, mert kifolyt a jeges tea, és ragad, és hát most az olyan undorított, más megfogja azt a dzsuvás kulacsodat, és nem volt hozzá pofám, úgyhogy de örülök ennek a kettőnek is, meg legalább vizet tudok inni. Fantasztikus hely egyébként, hát ilyen 4-5%-os meredekek vannak benne, egyébként annyira egyetlen nem nagy szám, tehát teljesen kényelmesen tudom hozni. Felértem a tetejére, se nevezhetjük annak. Ilyen nagy Tom Dumoulin meg Matthew Van Der Poel feliratok voltak az úton. De mi a lényeg, hogy ez Hollandiának ez a kis csücsök, ez a déli, délkeleti részén lévő csücsök, ez már dombos, és ez már az Ardeneknek a lábúja. Picit olyasmi, mint mondjuk nekünk az Alpok alja. Ugye elmondhatod, hogy emlékszem, hogy végülis az Alpok alján vagy, mert végülis igaz. De viszont én mindenképp leszek az Ardennekbe. Kisütött a nap, nagyon jól tette. És van egy nagyon nagy dilemmám a holnapi nappal kapcsolatban, majd ha megállok valahol kávét főzni, vagy ne adj Isten, fel tudok repülni a drónnal, akkor el fogom mesélni, hogy mi az, mert ki fog hatni a túra további részére. Második szélmalmom, a lehető legrosszabb szemszögből, de pont így süt a nap, és máshonnan meg nem lehet megközelíteni. De hatalmas, nagy, óriási. Thank you.
ilyen utakon jövök. Ez már hasonlít a magyarországi bicikli utakhoz. Nyilván lejtmenetben volt ez, tehát végig tükör aszfalton kellett mászni. És végre kicsomagoltam a drónt, már most így a második nap, illetve a harmadik napja. És képzétek el, hogy kijött a hapsi a házból, és elküldött az anyámba. Tudom, hogy elnézést, de már elkésett, mert megvoltak a felvételek, csak kínlódni kellett vele egy csomót, mert nem akart beüzemelődni. De ahogy láttam, amit láttam belőle, az szerintem nagyon szép lesz. És hát az a helyzet, hogy tegnap tulajdonképpen nem is volt mit drónozni. Ezt mondom úgy, hogy városban nem repülhetek, tehát hogy nekem úgy van jogsim, hogy így vidékre. És mindemellett meg nagyon erős szél van. És valahogy minden a filmezés ellen dolgozik, mert amikor meg fölrepteted a drónt, föltámad a szél. De nem csak fönt, hanem ott lent is, hát alig bírtam megint vele leszállni. Aztán már láttam is, hogy gyalogol odafele hozzá. Na mondom, szép lesz. De se baj, megyek tovább, úgyhogy ez már bizony igaz ilyen dombvidék. Nagyon elhagyatott, tele van viszont egy országúti bringásokkal. És 21 kilométer a belga határ. Egyébként tulajdonképpen távolodok a belga határtól, ha azt mondhatom így is, vagy nézhetjük innen, mert Maastricht túlfele, az meg már, hát nem is Belgium, de ha átmész a város ama részére, akkor már átjutsz Belgiumba egy pillanat alatt. Csak meg akarom mászni azt a hegyet. És ezért jövök még vissza befelé Hollandiába. Azt a mindenit. Ott arra hátul már csak dombok és dombok vannak. Még valami kilátóféle. És ha jól tudom, lehet az lesz ott a határ. Ugyanis itt a navigáció szerint 17 kilométer. Még az a pont, tehát azt ott van egy kis falu abba a csücsökbe. És én azt lőttem be. Úgyhogy lehet, hogy az innen látszik. És hát ha hiszitek, ha nem, olyan forgalom van, meg élet, ott is gyalogolnak, az előbb is eljött egy csapat. Biciklisek azok kb. Ilyen átlag 1-2 percenként jön egy, de általában párokba jönnek, ilyen e-bike-kal nyomják. Leértem egy kis városba, hát igen, komoly lejtő volt, ott látjátok, a teherautó mögöttünk mennek föl, 50-nel gurultam, miközben mutatom itt ezeket a kiülős bárokat, hát színültig van bringásokkal. Nagyon szép. Nagyon-nagyon komoly ez a város is. Nagyon patika. Akkor valami rendes bolt összejönne, az nem ártana. Meg kell lennie, megálltam pihenni egy picit. Találtam egy ilyen kis kápolnát. Itt van pad. Úgyhogy most jól esik egy kis ücsörgés. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen Maastricht óta már ez egy teljesen más rész, mint ez a síkvidék volt, tehát vagy emelkedünk, vagy emelkedek, vagy süllyedek, de egy centi vízszintes nincs benne. Úgyhogy nem sokára dél lesz,
És a szokásos napi program lesz ma is, hogy egy bolt mindenképp jó lenne, amit az útba esik, hogy bevásárlok, és akkor lehet tovább menni. Na most Liezs nincs messze, és azt viszont nem szeretném elérni a mai nap. Ez az útvonal, ahol jövök, ez az Amstel Gold résznek az útvonal, az előbb ki volt írva egy táblára. Egyre jobban közeledek a német határ felé, és ez látszik a házakon. Borzasztóan tetszenek ezek a favázas házak. Nagyon jól néz ki. Hello! Hello! Na hát ennyi. Közben itt egy másik. 9 kilométerre van a trekkemnek a vége, ami egyben a határ is. Azt a mindenit, de gyönyörűek. Teljesen kész vagyok. Egy ilyenbe szeretnék lakni. Egy ilyen kis kerttel, így. És itt olvasgatni. Hogy ez már az elég meredek. Itt. Úgyhogy ez egy picit fárasztóbb, mint a sík. De azért egyetlen nem egy nagy szám. Nagyon jó az út, úgyhogy nem olyan, mint otthon. Büxen keresztre mász ezen a döcögős úton. Viszont Válcban néztem, hogy van Lidl. Úgyhogy ott valószínűleg be fogok tudni vásárolni, mert úgyis ott megyek keresztül. Hú, nagyon kemény mászáson voltam túl. És jött szembe a kamion. Meg kellett álljak miatta. Ezért már ez kezd combosabb lenni. És ebbe a pillanatban van dél. És akkor ezek már az utolsó kilométereim itt Hollandiába. Jön a következő. Na ez a csodálatos, hogy keresztbe le van zárva az út, mert aszfaltozzák, és ezt mászom fél órája, és most vissza kell gurulni, és kerülni kell. Az megvan, ugye? Király. És nem enged át a néni, azt mondja, hogy teljesen felvonásra nem lehet menni rajta. Úgyhogy így jártam. Na, hát van ilyen. Drylanden hotel és restaurant mellett jövök éppen. Megtaláltam az elkerülő utat. Úgyhogy amit felmásztam ilyen 25-30 perc alatt, az kb. 2,5 alatt legurultam. Na mindegy, itt mutatja, 278-as úton vagyok kb. 3 kilométerre attól a várostól, ami be 3 országba lehet eljutni. Egy mozdulattal, ezt majd ki is fogom próbálni. Erről a lila színről jutott eszembe, hogy tegnap meséltem a piros feliratú házakról. Hogyha valaki ki akarja próbálni, és mondjuk nem piros fényék benne, hanem lila, akkor nagyon vigyázom, mert azok az emberek néninek néznek ki, de nem azok, akik benne vannak és szolgáltatnak. Nekem közben újra elkezdett emelkedni az út. Tábla tanúsága szerint Aachen is erre van, és bizony a határ túloldalán Wales után nem messze. Drylanden punkt felé fogok menni, ez a 3 ország meccéspontja, vagy találkozása. És valóban ott fogom elhagyni Hollandiát a mai nap. Miután a Lidl-be szétvásároltam magam finomabbnál finomabb cuccokkal, az biztos. Meg kávét kéne inni, mert hát reggel 6 óta úton vagyok, 12:30 van, és kellene enni. Wales vagy Wolsz,
Hollandia legdél-keletibb városa. Egy kis csücsökbe ez a legutolsó város, és akkor itt vannak a zászlók. Ez a flamand, az oroszlános, a csigásot, azt nem tudom, azt szerintem az az enyém tempómra óta, és akkor ott a német, a belga, meg a középen a holland lobogó. Ilyen remek alumínium installációval körforgó közepén. Na gyerekek, színnéven sároltam magam a Lidibe, de hogy olyan kurva sokat kellett várni, hallod? Itt tényleg nem szívbajosak. És ide eldugtam a biciklit, remélem itt lesz. Cuccok rajta, minden oké, fasza. Jó, szuper. Ott az a Lidl-nek a teteje, és ma idefelé kiszúrtam ezt a helyet, hogy itt fogok ebédelni, meg 10 óra izni. Ja nem, az már volt, az már volt. Szóval kákkal, aki akkor meg akart ölni idefelé jövet, de mondtam, hogy nem érdekel, én ide leülök, csak az a dzsuvás, ott meg sütött a nap, ez meg ilyen árnyékban van éppen. Na szóval eltapsoltam 16,5 eurót, viszont az van, hogy muszáj volt, mert ugyanez a szisztéma, mint tegnap, hogy holnap délig délutáni ki kell tartson, de van még egyébként egy falat sajt, meg egy zsemle még a tegnapiból. No de, nézzük, mit vettem. Ezt mostanra vettem, ez ilyen karamellást, ilyen édességnek, és végre igazi francia feeling, ez a francia baguette, ez 08-as, és akkor vettem két felvágottat, nagyon kívántam már az ilyen húst, aztán a tegnapi sajtnak ez a 30-as változata, de egyébként ez, ami 2,67 euró, a többi nagyon drága, tehát 3 felett van az ezt következő. Ez mostanra meg később, ez ilyen nagyon fura, ilyen virslis párna lenne ez otthon, de valami más van benne. Este sópótlásnak mogyi, meg amit nálunk nem lehet kapni, ilyen édességet vettem desszertnek, és mivel Hollandiától hol van, elbúcsúzom hamarosan egy emelkedővel, és következik Belgium. Ha jól tudom, ez belga sör, de most lehet nagy baromságot mondok, mert annyira nem ismerem, de szerintem ez belga, mert otthon nálunk ez így szokott lenni kirakva. Ez majd valamikor később megiszom. Ezek meg most nem tudom, miért jöttek ide. Nem volt erről szó. Ott feküdtetek. Meg az volt a baj, hogy itt voltam. Akkor most miért jöttök ide? Most mit adjak? Nem, ti nem ehettek édességet, tessék, ez az. Most mit adjak nektek? Kiflit szeretitek? Vagy a zsemlét? Adjak nektek zsemlét? Igen? Eszméletlen pofák vagytok. Azt a mindenit, de nagy vagy. Na ennyi lecsekkoltak. Nagyon édesek. Ja, meg össze-vissza szartak ott mindent. Na, hát ennyi a történet. Egyébként számadatok szerint mondom nektek, hogy mennyit jöttem Hollandiába a leszállástól. Ja, mondok egy számot. 159, mondjuk 160, meg 41-et töröltem ki, mikor elemet cseréltem az órába. Hogy 200 km szinte kereken, és méterre mondom nektek az emelkedőt. 2351 métert emelkedtem, szóval ez azért nem olyan kevés. Főleg itt a mai nap az eddig gyakorlatilag teljesen ilyen dimdombos volt, úgyhogy érzem is a lábam már most. Nyilván most nem azt jelenti, hogy szét vagyok esve, de azért nem olyan volt, mint tegnap azon a teljesen ilyen ingertelen tiszatószerűségi síkon, szóval ez azért már azért emberesebb volt egy picit. Neked láttátok, hogy néz ki a táj. Most vesztettem egy fél órát itt azzal, hogy kerülnem kellett, hát ez benne van a pakliba, elég borús az ég, és ezzel kapcsolatban vannak agályaim. Azt mondtam is nektek pásnittel korábban, ugyanis az van, hogy holnapra esőt mond. De Maastrichttól kezdve itt Walson keresztül, még Liège-be is, vagy ahogy mondják Liège-nek, nem tudom még a helyes kiejtése, ott is esőt mondanak. Nem nagy esőt, csak pont annyit, hogy igazából most nem tudsz mit kezdeni. Ezt nálunk úgy hívják otthon, hogy burek. Ilyen burekszerű hús van benne, úgyhogy burekes párna holland módra.
Ott van mellettette. De nem adok többet, mert lehet, hogy ti vagytok Hollandia utolsó négyfős ilyen fekete fejű hattyú családja, és ha kinyílnak benneteket, akkor 1000 év kényszer munkára ítélnek ott az Alföldön. Kaja, menjetek vissza a vízbe úszni. Menjetek vissza a vízbe. Nincs több kaja. Nincs több kaja. Nincs több kaja. Menjetek szépen vissza a vízbe. Oda úszni. Indítsál. Menjetek vissza a vízbe. Oda. Mindenki. Véget ért a gyereknap. Ez viszont milyen finom. Csokival van bevonva. Piskóta van benne. Ilyen marcipán az a fehér teteje, és benne van lekvár. Isteni jó. Nagyon jó. És elkezdtem megmászni a hármas határt, ami egyben Hollandia legmagasabb pontja. 313 méteren. Így ott a Lidl-től szinte majdnem, hogy egyenesen kellett jönni kifelé. Na hát, ugye még itt mászok ezen a gyalog, hogy legyen, ugyanis több opcióm volt, és akkor mondom is, mi volt az első. Tegnap este, amikor bevackoltam, mert én azt akkor tudtam, hogy az így lesz, és arra gondoltam, hogy Liesbe néztem hostelt. Tehát, hogy 11 ezer forintért van hostel, ami ugye teljesen kőházban van az ember, tehát el lehet híderezni, a bicajt be tudom zárni, és akkor esőkabátba el tudok menni, még mit tudom én, város nézni, kihasználom. A másik, hogy kempinget nézek, és akkor ott fogok feküdni, amíg esik. A harmadik meg, hogy megyek, és beállok valahova, amíg esik. Na most a lényeg az, hogy időben nagyon jól állok, ugyanis ez a második napja a túrámnak, és ide a harmadik napra terveztem eljutni. Tehát egy nappal bentébb vagyok. Tehát, hogyha állni kell egy napot, az se gond, mert van idő. Hoztam könyvet, olvasok, meg készülök az útból nektek, úgyhogy valahol a szívem mélyén kicsit örülnék is neki. Szóval ezt kell valahogy nagyon jó kilogisztikázni, hogy legyen. Azért innen Lizs még odébb van, viszont te másik ugye este 10-ig, 11-ig tudok menni, tehát rengeteg idő van. Tegnap is még csomó ideig világos volt, mikor már sátram rég állt. Ez itt a hármas határ, a belga, a német és a holland hármas határ. Nagy tumultus, csődület, presszó és presszó hátán van minden. Megjátszótél a gyerekeknek. De megnézzük ott az installációkat. Íme a belga oldal. Ez a német oldala. Ez meg a holland. Itt a híres neves kilátó. Akkor ez már a belga oldal lesz. Hello! Itt látszik is az autók rendszámán, és az már ott Belgium, és én pedig veszem az irányt Liège felé. Egyébként 45 kilométerre van. Nincs konkrét terve, meglátom, mennyire lesz dombos. Most beütöttem a Naviba, mert az előre beírt trekkem az vissza akart vinni ide Hollandiába, de már nem szeretnék, úgyhogy mennék tovább. Hát az első méterek, az első nagy gurulás Belgiumba. Íme a függőleges alapon fekete, sárga, piros az a belga zászló. Még ebből az irányból jöttem, illetve bezuhantam, hogy 5 perc alatt se leértem. Az a helyzet, hogy nem tudtam ott drónozni fent, mert rengeteg ember volt, és rengeteg óriási fa, ami lefogja a jelet, úgyhogy ez elég kockázatos lett volna. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy gurulok tovább, én azt a nagy csimbum cirkuszos felhajtást annyira nem. Régóta tervezem, hogy számon kérem törpapától, hogy ki az apukája annak a sok-sok törpnek, és hol tehetné ezt meg az ember nyugodtabban, mint Belgiumba, ahol születtek a törpök. Úgyhogy majd valamelyik este megkeresem apraja falvát, és eljön a nagy igazság pillanata.
Na, megtaláltam a kerékpár utazótéje, hogy Liezs 52 km, és akkor kettes meg a Eurovelo 3-as, vagy mit tudom én, még az. Úgyhogy ezt fogom követni most szépen. Most az van, hogy a térképem szerint 3 km-re van itt egy kemping, meg az, hogy megszúrt a kezemet egy darázs. Most megnézem ezt a kempinget, hogy a holnapi rossz időt ott átvészelem. És 3 óra óta nem kapcsoltam be a kamerát, nem szólaltam meg, és ennek oka van, el fogom mondani, hogy miért. Csak kikeveredek innen. Este 6:30 van. Hogy hát ez zajlott az élet. Még mászom ezt a 7%-os 2 km hosszú emelkedőt, aminek a tetején lesz a kemping. Legutóbb jól emlékszem, ott jelentkeztem be, hogy... Na? Hello! Igen, akkor reflektálok erre a jelenségre. Ugye mai nap az összes kerékpáros közül én voltam a leglassúbb és a legfiatalabb. Ezek az öregek, az ebályekkal úgy mennek, mint az állat, de tehát ez most 5%-ot mutat pont, és a mama így megy föl, hogy 60 éves. Nagyon kemény. És azon a kerékpár úton, amin jöttem, csak ilyenek vannak. De a lényeg az, hogy megvolt a 3-as határ, és hát ki volt írva, találtam egy bicikli utat, ez a Liezsig megy, Eurovelo 3, meg valami 2, mit tudom én, de szerintem mutattam. Na, és megyek rajta, hát ez egy vége láthatatlan emelkedő, 2-3% folyamatosan, 1 órát mentem rajta 9-el, 9 kilométert, kilátás 0, és ha van, akkor kukoricatábla van, meg tehenek. Ezt végig, hát meguntam, kijöttem a főútra. Ott meg ilyen tehenészetek, meg ilyen, nem tudom, műtrágyagyáram, ez a rohadt büdös. Úgyhogy próbáltam keresni valami kiülőt, egy bármit, semmi, az égvilágon semmi. Ahol le lehet menni a de oldalra, az ott csurig van szarral műtrágyázva, te nem tudsz leülni, nem beleteszed a cuccod, olyan lesz. Úgyhogy, ez most ez szívás, tehát egyébként gyönyörű, és nem jön át a tévén, de hogy mit leszív vele az ember, árnyékban van 17 fok, és a napon meg 25. Úgyhogy tegnap már megégett a kezem, és nem akarom mit virítani. Meg el is fáradtam, tehát aludtam egy 4 órát az éjszaka, mindig fölkeltem valami dolog miatt. Úgyhogy holnap meg jelentős visszaesés lesz az időjárásban. Ezt mutatom, hogy a templom mellett jöttem el. Nemrég. Tehát ezt a vidéket, ezt a Vallóniát, ez már Vallónia, majd szerintem holnap beszélek részletesen Belgiumról. Ez Valónia rész, ez francia nyelvterület, a Flandria, vagy az a Flamand, az meg holland. Szóval most találtam egyet, megnézem, hogy működik-e, meg hogy mennyire drága, vagy nem az. És hát szerintem, ha megfelel, vagy ilyen 10 körül megúszom, akkor marad itt a dolog. Mondjuk egyet zuhanyozni se álltam, mert ezt hétfőn sikerült utoljára, most szerda este, kora este van. Egyébként nem mint olyan nagyon koszos lennék, de azért nem jó lesne egy zuhanyzás. Főleg, hogy holnap 15 fokra ébred az ember már, mire kireggeledik, tehát nem lesz meleg. Úgyhogy az a tervem, hogyha ez beválik, akkor holnap akkor a délutánig ott fog dögleni, mert akkorra fog elállni az eső, ha minden igaz, és akkor utána irány Liezs. De ilyen körülmények közt az a 30 km, az azért az kegyetlen, tehát ez
Nem olyan, mint Hollandiában, hogy az megvan 2 óra alatt. Á, hát ez nem. És nagyon tanakodom, hogy méken menjek, mert a bicikli út az atomunalom, ráadásul vannak benne olyan szintek, hogy hát ott edzetnek kell lenni. Na most ezek az öregek, ezek fölmennek rá e-bike-kal, ugyanúgy, mint ahogy mennek rá a síkon. Úgyhogy ott van Valsból jövök, meg Aachen ott volt mellette, hát jól elkóricáltam azóta. No, meglátjuk. Minden esetre jelentkezem mindjárt. Gyertek, nézzük meg a mosdót. Van itt ilyen telefontöltős doboz, hogy bedobsz 1 eurót, és fel tudod tölteni a telefonodat vele. Aztán, ami nekem nagyon tetszik, a mosógépes szoba mellett, hogy van ilyen pihenő szoba, és volt neki ilyen szaunás része, nyilván ezek külön fizetősek, meg kártyával lehet, amit ki kell váltsál, de hogy te ilyen kempinget én életemben nem láttam, még pedig voltam már egy párba, és akkor na nézzük a többi részét. Júj, kinek töltődik itt Sunyiba a powerbankja? Ennyi. Romantikus regényeket lehet kölcsönözni. De még egyébként vannak DVD filmek. Például. Nagyon jó. Itt, hogy reklámozzák ezt a lakóautózást, eszméletlen. Na, és akkor jön a lényeg. Ja, piszoárok. Ilyen mostója van, tehát hogy ezt az ember hazavinné szinte. És akkor van külön hozzá ilyen kis mosdókadó, és van 2 ilyen zuhanyzója. Így. Így. Aztán. Na, de legalább, ha már feljöttem, akkor mutatom a kempinget, hogy ez a része itt, ez a karavános autós, lakóautós rész, meg vannak azok a bungalók. Akkor én meg a hátuljában vagyok. Van külön ilyen családi zuhanyzó része. Illetve mini hűtő, mikró van. Hogy teljesen korrekt. Ez teljesen korrekt hely. És kedves nézők, a 3. éjszaka az kemping lesz, illetve már az. Megtaláltam a kempinget. 15 euróba került, így cakompak. A melegvízért nem kellett külön fizetni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez teljesen tűrhető. Ráadásul nagyon rendezett. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egésznek ez a hátulja. Ezelőtt a gazdasági épület előtt, ami át van alakítva ilyen szállásokká, meg amögött van nekik ilyen lakóautós házas rész, ott azok a bordó házak, olyanból van egy csomó. Csak itt az ilyen kisebbeket szállásolják el, úgyhogy itt van még valaki, nem tudom ki az. És akkor még egyszer erre azért volt szükség, mert holnap reggel esőt mond, nagyon nagy eséllyel. Úgyhogy azt egy vadkempingben nem igazán tudnám megvárni, míg eláll, mert nem nagyon tudok olyan helyet találni, ami annyira biztos, hogy egy fél napot akár kihúzzak benne. Kérdeztem itt a hölgyet, hogy lehet-e maradni, ha esik, azt mondta, hogy egész nyugodtan. Úgyhogy nekem ez ennyit most megér, hogy ki tudom magam rendesen aludni, meg holnap, hogyha beüt tényleg, amit ígértek, akkor el leszek itt. De pont úgy csináltam, hogy a fa alá tegyem a sátrat, nyilván okosan a belecsap a villám, de nem ilyen zivatarokról volt szerintem, mert a tartósabb szötyörgésről, úgyhogy legalább annyira nem is biztos, hogy be fog ázni. Mai nap mentem 80 kilométert és 900 méter szintet, úgyhogy ezt érzem is most picit a lábaimban. Elhagytam Hollandiát, Belgium következik már a holnapi nap, remélem, hogy Liest el fogom érni estére, úgyhogy akit érdekel, azt várom szeretettel 2 hét múlva, csatornatagok szokásosan hamarabb kapják a filmeket, és reklámmentesen. Köszönöm szépen, sziasztok!